Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. A fájdalomküszöb mindenkinél más és más. Van, akinek alacsony, és van, akinek nagyon magas. A fájdalom érzését a magabiztos fellépés vagy az erős koncentráció csökkentheti. De van olyan fájdalom is, ami nem fizikai. Amit lelkünk legmélyén érzünk, például olyankor, mikor szenvedni látjuk egyik szerettünket. Aliz és Zoli boldog házasságban éltek két gyermekükkel, Lillával és Ákossal. Nem messze Pápától Adásztevelen laktak nyugodt és csendes környezetben. Ákos volt a legkisebb családtag, aki 3 kiló 35 dekával született, és teljesen egészséges kisbaba volt. Éppen ezért érte váratlanul az édesanyát, mikor Ákosnál aggasztó tünetek jelentkeztek. Fél éves korában kezdődött a probléma. Addig nem volt semmi baja, még csak náthás sem volt. Egyik napról a másikra lázas lett. Ekkor nem, hát gondoltam, hogy valami kis vírust összeszedett. Nem is ijedtem meg először. Aztán ezek a lázak nem csillapodtak, folyamatosan lázas volt, a házi orvos semmi tünetet nem talált nála, se a torka nem volt piros, se nem köhögött, és a láz csak továbbra is fennállt. Szűnni nem akaró 40 fokos láz. Nem influenza, nem megfázás, nem egyéb betegség. Akkor mi lehet? Az édesanyát az idegesítette a legjobban, hogy nem tudta, mi baja van a gyermekének. Aliz és Zoltán nagyon aggódtak, hogy valami komoly dologról lehet szó, és hogy az orvosok esetleg túl későn fognak rájönni Ákos betegségére. Egy idő után feltűnt, hogy fájdítja a kezét. Sírt, mikor öltöztettem például, a jobb vállát fájdította. Akkor ezt jeleztem a házi orvosnak, ő beutalt bennünket ide a vidéki kórházba. Itt nem találtak nála szintén semmi problémát, vérképeltérése már volt, ezért tovább küldtek bennünket a megyei kórházba. Ott már sejtették, hogy mi lehet a probléma, ezért hamar felkerültünk Budapestre a 2. számú gyerekklinikára. A Tűzoltó utcai gyermekklinikán aztán mindenre fény derült. Ákosnak reumatikus betegsége van. Ez első hallása sokakban kérdéseket vethet fel. Reuma? Egy kisgyermeknél? Ez nem egy időskori megbetegedés? Sajnos nem. Kevesen gondolhatnák, hogy ez a gyakoribb, krónikus gyerekkori betegségek közé tartozik. Előfordulása pedig megegyezik a cukorbetegség gyakoriságával. Tünetei az ízületi gyulladás, duzzanat, mozgáskorlátozottság és ritkán fájdalom is.
gyermekkorban a fájdalom az gyakran hiányzik a panaszok közül. Sokszor a gyerekeknek csak a késői fázisában, a betegség késői fázisában kezd el a betegség fájdalmat okozni. Míg egy idősebb beteg, hogyha reumatikus betegségben szenved, akkor azért fog orvoshoz fordulni, mert fájdalmat érez az ízületeiben. Gyerekeknél ez sokszor hiányzik. Még akkor is, hogyha a vizsgálat során az értő szem észreveszi és meglátja azokat a mozdulatokat, amelyek fájdalmat okoznak a gyereknek, például a vizsgálat közben elhúzza a kezét, vagy elhúzza a lábát a fájdalom miatt. Akkor is, hogyha rákérdezünk, sokszor a gyerekek azt állítják, hogy ők nem éreznek fájdalmat. Dr. Konstantin Tamás, a gyermekreumatológiai osztályvezetője diagnosztizálta Ákos betegségét, ami egészen pontosan a krónikus ízületi gyulladás szisztémás formája. Ez az egyik legritkább fajtája ennek a betegségnek. Mindössze 5% az előfordulása az összes ilyen típusú gyermekbetegségek között. Bár meggyógyítani nem tudjuk ezeket a reumatikus betegségeket, gyulladásos autoimmun betegségeket, de tünetmentessé tudjuk tenni. Ez azt jelenti, hogy ha ezeket a gyulladásos tüneteket kontrolláljuk, akkor teljes életet tudnak élni, ugyanolyan lehetőségek nyílnak meg előttük, mint a társaik előtt, nem befolyásolja az iskolai előmenetelőket, a pályaválasztásukat, tehát valóban egy jó életminőséget lehet biztosítani, relatíve panaszmentes állapotban. Ritka tünet a fájdalom, de Ákosnál sajnos megjelent. Ám mivel még nem tudott beszélni, a szülők csak találgattak, hogy gyermeküknél hol jelentkezhetett. Biztos, hogy volt fájdalma, tehát nem sírt folyamatosan, de sokszor csak így nyöszörgött. Ákos nővére Lilla is még kicsi volt, mikor öccsénél elkezdődtek a tünetek. De arra tisztán emlékszik, mik voltak ezek. Fájt a lába, meg alig tudott menni. Meg lázas volt. Ákos édesanyja a mai napig nem tudja, hogy kisfia tényleg annyira kicsi volt, hogy alig emlékszik vissza a betegségére, vagy csak nem akar róla beszélni. Csak arra emlékszek, hogy mind a két helyre kaptam kamült, mert itt volt ilyen, ezen a lábamon itt volt ilyen, egy ilyen nagyon, egy ilyen gennyes, piros valami, vagy sárga, nem tudom, és akkor itt gennyes volt. Jöttek a kezelések, a terápiák, a napi 3-szor egy adag fájdalomcsillapító, de mindegyik csak egy ideig használt. Egészen odáig eljutottunk, hogy csontvelő transzplantálásra került sor a Szent László kórházban. Az első transzplantálás után hamar kilökődött a csontvelő, illetve akkor köldökzsinórvért kapott egy idegen babának a köldökzsinórvérét. A transzplantáció a folytonos aggódás és a küzdelem mellett a szülőknek a távolságot is le kellett küzdenie. A család ugyanis ketté szakadt. Alíz Ákossal maradt Budapesten, de Zoltánnak otthon kellett maradnia pénzt keresni és Lillára vigyázni. Az édesanyát aggasztotta, hogy lánya egyre jobban eltávolodik tőle. Mikor sokat voltunk Pesten Ákossal, Lilla furcsán viselkedett velem, például nem nézett a szemembe, vagy nem úgy viselkedett velem. Kicsit ijesztő volt, hogy talán már nem is szeret, vagy persze nem így volt, csak neki is furcsa volt ez az egész helyzet. Apa és lánya együtt töltötték a hétköznapokat, de hétvégén, ahogy tudtak, utaztak fel Pestre. Zoltán próbált lelket önteni Alizba, de senkinek se volt könnyű ez a helyzet. Nem tudtam én is azt a helyzetet feldolgozni olyan könnyen, amikor egy emberrel beszélgettem, és akkor jött a telefon, hogy baj van. De nekem muszáj ott kitartani ilyen téren.
Ákos számára a transzplantáció csak részleges sikerrel járt. Tovább kellett keresni a megoldásokat, miközben Aliznak még az életéért is aggódnia kellett. Átkerültünk például az intenzív osztályra, úgyhogy gyakorlatilag semmi védekező sejtje nem volt, és ott azért életveszélyben volt, mondhatom. Hála a Szent László kórház orvosainak, Ákos megerősödött. Ám még mindig nem találták meg a megoldást a kisfiú sikeres kezelésére. A második csontvelő átültetés után úgy tűnt, Ákos jobban van. Nagyon sokat aggódtam érte, és amikor Pesten voltak, annyira hiányzott, hogy apunak mondtam mindig, hogy apa, már mikor jönnek haza, anyuék? Aztán meg azt mondta, hát, hogy nem olyan soká. Aztán meg azt hittem, hogy még egy-két hét, aztán akkor jöttek meg. A gyerekek nagy örömére egyszer csak a család egy újabb taggal bővült. Molly, a labrador terápiás céllal került a házhoz, hogy ő is segítse Ákos gyógyulását. Labrador a Molly, zsemlefajta, meg labdázni szokunk vele, meg játszani, minden akadálypályás, meg ő járt régen kutyaiskolába. Másfél év harmónia után ismét előjött Ákos betegsége. A család és az orvosok újra a megoldásokat keresték. A kisfiú a legjobb helyen volt. Az országban csak néhány helyen kapnak a reumatológiai betegségben szenvedő gyermekek teljes körű ellátást, és az egyik ilyen intézmény a Tűzoltó utcai gyermekklinika. Régen a reumatológiai betegségeket azt a felnőtt reumatológusok látták el, és ők kezeltek ilyen betegeket. A gyermekgyógyászatnak ez nagyon sok köze nem volt, mert hogy nem nagyon lehetett gyógyítani ezt a betegséget. Most már vannak olyan új korszerű gyógyszerek, amivel lehet kezelni, ez a kezelések hosszú időt vesznek igénybe, tehát ezért már nem elegendő az, hogy egy országban csak egy osztályon, vagy egy-két reumatológia osztályon lássanak el betegeket. Dr. Szabó András a klinika igazgatója szerint nagyon fontos, hogy a gyermekek megfelelő körülmények között gyógyulhassanak. A klinika szorosan együttműködik a Rossz Csont Alapítvánnyal, aminek köszönhetően megújulhatott a klinika reumatológiai osztálya. Az elmúlt évben szereztük meg a jogosítványt, hogy egyetlen gyerekintézmény, aki bejutott tulajdonképpen a felnőtt reumatológiai osztályok által képviselt reumatológiai centrumok közé. A Rossz Csont Alapítvány 2009-ben jött létre azzal a céllal, hogy támogassa a reumatológiai betegségben szenvedő gyermekeket. De emellett országos projektekben vesznek részt, és az 1%-os támogatásoknak köszönhetően eszközök beszerzésével és képzéssel is segítik az ellátásban dolgozókat. Dr. Konstantin Tamás, aki az alapítvány szaktanácsadója is egyben, egy új, biológiai terápiát alkalmaz több kisbetegnél is sikerrel. Enikőnél például a betegség egyik gyakoribb fajtáját diagnosztizálták. Neki bevált a kezelés. 5 éves kora óta vettük észre, hogy megdagadt a térde, és az egyik szeme olyan rózsaszínes volt. Elkezdtünk mindenféle orvoshoz járni, hogy megnézzük, hogy mi lehet a probléma. Sajnos elég sokáig tartott, mire ezt tudták diagnosztizálni, ezt a problémát. A szemét azt kötőhártyagyulladásként kezelték az elején,
Körülbelül 3-4 hónap után derült ki, hogy ez egy sokkal komolyabb betegség. Enikő édesanyjának, Orsolyának is az volt a legrosszabb, amikor még nem tudta, mi baja a kislányának. De ma már nem csak, hogy tudják, mivel állnak szemben, de már kezelni is tudják. Azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy ez végül is egy elég súlyos betegség, károsodás nélkül sikerül a gyereknek az életszintjét tartani. Enikőjéknek bevált a terápia. De vajon eredményes lesz-e Ákosnak is, akinek ráadásul sokkal ritkább típusú a betegsége? Az új biológiai terápia nem jár fájdalommal, csak egy kicsit kellemetlen, mikor behelyezik a kanült az infúzióhoz. Ákos hősiesen tűri. Egy hangot se hallani tőle, csak egy apró sziszenést. Mikor túl van végre a nehezén, jöhet a jól megérdemelt jutalom. Talán ez az egyik legnehezebb dolog. Kiválasztani a legmegfelelőbb játékot. Nem szabad elkapkodni, jól meg kell fontolni. Aztán csak megvan az igazi. Egyet, aztán majd visszajössz. A terápia Ákosnak is bevált. Két hetente kapja az infúziót, aminek hatására végre elmúltak a fájdalmak. Ettől most teljesen jól van, vagy emellett most közösségbe jár óviba, és teljesen aktív, ugyanolyan életet tud élni, mint bármelyik más kisgyerek. Ákos most újból járhat közösségbe. A család mind a négy tagja újra együtt lehet. Most igyekeznek bepótolni azt az időszakot, amit külön kellett tölteniük. Bepótolni nem tudom, hogy be tudjuk-e, de mindent megteszünk azért, hogy tudjuk, hogy egyszer élünk, és tényleg minél több programot csináljunk, és minél több családi programot közösen szervezzünk. A család minden tagjának erősnek kellett lennie, de a legerősebb Ákos volt, aki hősiesen kibírta a kezeléseket. Nem nyafogott, nem hisztizett, csak gyógyulni akart. Igen, büszke vagyok, egy igazi harcos. Mindig ezt mondjuk neki. Ákos egy hős. Én azt mondhatom, ő nagyon, nagyon jól viselte. Volt, amikor én padlón voltam, és akkor ő így vigasztalt, már amikor ugye tudott beszélni, hogy ne aggódjak, meg ne sírjak, úgyis jól lesz, meg az orvosok úgyis kitalálnak valamit, és akkor ő majd jól lesz. Lilla és Ákos végre együtt rosszalkodhatnak. Eljátsszák a lefekvést, és a koránkelést, és még azt is, mikor Ákos még lázas beteg volt. De ez már a múlté. A fájdalmas nyöszörgéseket már a vidám nevetés váltotta fel. Ákos nem csak úgy látszik, hogy jól van, hanem úgy is érzi magát. Ráadásul ezt ő maga árulta el. Azért járunk föl Pestre, de jól vagyok. Erre a bizonyíték, hogy mikor a legtitkosabb és a legnagyobb vágyáról kérdezik, akkor a gyógyulás már eszébe se jut. Sokkal jobban szeretné, ha most már valami egészen más teljesülne.
Hát, egy hatalmas, de ide az udvarra egy hullámvasutot, egy hatalmas nagyot. A fájdalom különböző lehet. Lehet hasi, ízületi, reumás vagy más fizikai. Fájhat az aggódás, a tehetetlenség és a szeretet is. Fájhat a gondolat is, hogy ez a történet akár sokkal rosszabbul is végződhetett volna. De szerencsére nem így lett, és Ákossal már minden rendben. A fájdalom elmúlt. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt., a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Gábor hallássérültként született. 11 éves kisfiú volt, mikor a látásával is történt valami. Gábornak először farkasvaksága volt. Sötétedés után már nagyon nehezen tájékozódott. 20 éves korára rohamosan csökkent a látása. Mára már Gábor mindössze 10-15 fokban lát. Hallásvesztés, majd idővel a látás romlása. Ezek a tünetek egy öröklődő betegség tünetei. Hídemberek. Minden szombat este 22 óra 30 perckor az Echo TV műsorán. Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt., a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.